Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora október 11-én szerdán. Egyre hidegebbek a hajnalok, nagyon sokan beindították vagy beindítatták a fűtést. Ennek veszélyéről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Évforduló, városnapot tartottak Nyírbogáton. Fűtési szezon, érdemes kérni a beindítás előtt a kéményseplők segítségét. Fejlesztés, katolikus rendezvényközpont épül Nyíregyházán. Két évvel ezelőtt kapta meg a városi címet Nyírbogát, azóta minden őszön megemlékeznek az évfordulóról. Az idei ünnepséget Bogát vezér szobrának felállításával tették emlékezetessé. A rendezvényen ott volt Munkács Janita is. A nemzeti lobogó behozatalával kezdődött a városnapi ünnepség Nyírbogáton. Két évvel ezelőtt, 2021. szeptember 1-én kapott városi rangot a település. Ezt idézte fel Nyírbogát polgármestere is. Az elismerés, amit akkor kaptunk, immár két év távlatából úgy látom, erőt és hitet adott térségünk közösségeinek. A mai városnap azonban egy kicsit más, mint a tavalyi, mert a mai napon felavatjuk településünk névadójának, Bogát vezérnek a szobrát. Ez a szoboravatás, mondhatnám, olyan, mint egy keresztelő. Felavatjuk azt, ami új lesz a közösségünk életében. Egy szobor állítása egyben a múltra való emlékezés a jelenben, és egy fohász a jövő felé. A szobor küldetését betölteni azonban csak akkor fogja tudni, ha nem élettelen kelléke lesz a településünknek, hanem őseink üzenetét hordozza a jövő nemzedékeinek. Szobrot rég elhunyt embereknek állítunk azért, hogy nagyságukra, tetteikre emlékezzünk és lerújjuk hálánkat. Már tartoztunk ezzel a tiszteletadással, ideje volt a település névadójáról ilyen formában is megemlékezni, mert ismerjük a mondást, ahol a hősöket nem felejtik el, ott lesznek mindig újak. Több mint 1100 év választ el minket attól a korszaktól, amikor Bogát vezér élt, és ennyi emberöltőn túl már átlépett a legendák világába. De nekünk 1100 év távlatából szükségünk van rá ma is, mert minden nép, amely meg tudott maradni a civilizáció korában, az őrzi a saját eredetét. Bogát vezér alakját idézte fel a térség országgyűlési képviselője, Simon Miklós. Születését 870 körüli évekre teszik. Az őseink egyik kalandozások korabeli vezére, akinek csapatai megjárták Európát. Nem véletlenül kapott létjogosultságot az a 10. századból származó kora középkori mondás, miszerint Sagittis Hungarorum libera nos domine. A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket. Az itáliai krónikák említik a nevét. 921-22-ben első Berengár itáliai király hívására a magyar csapatok részt vettek az itáliai belháborúkban. De nem álltak meg Veronánál. A magyarok Durszák és Bogát vezetésével Velona mellett rohanták meg Berengár gyanútlan ellenfeleit, és fényes győzelmet arattak, szól a krónika. A magyarok ezután Dél-Itália felé vették az útjukat. 922. február 4-én már a bizánci fennhatóság alatti Apultánál voltak. Egyes források szerint Bogát vezér biztosította,
az észak-erdélyi sószállítmányokat, mivel fennhatóság alá tartozott az Alföld és Erdély jó része is, mivel Erdély első gyulája volt. Neve valószínűleg a szláv gazdag szóval kapcsolatos. Szálláshelye nem csak itt ezen a vidéken volt megtalálható, hanem a Dunántúlon is, Zala és Vas megyében, sőt Erdélyben is. Bogár vezér nevét őrzi ma több település is, köztük Nyírbogát. Halála időpontja a 930-as évek elejére tehető, mivel ettől az időtől már nem szerepel semmilyen leírásban. Nyírbogát mai területe már az őskorban is lakott volt, így a települést, bár nem ő hozta létre, de a magyarok letelepedését ezen a vidéken Bogát vezérnek köszönhetjük, ez kétségtelen. Egyes történészek a 907 évi pozsonyi csata egyik magyar hadvezéreként is emlegetik. A történelmi múlt felemelő erejéről és a közösség erejéről beszélt az ünnepségen Latorcai Csaba, a miniszterelnökség államtitkára. Tekintélyes történelemmel, figyelemre méltó jelennel és igen ígéretes jövővel rendelkezik a két esztendeje városi rangra emelt település, amelynek határában a helyi közösség minden nyírbogáti legnagyobb büszkeségére itt található az egész Alföld legmagasabb pontja, a 183 méter magas hoportyó. Ennek a városnak a históriája nem ma kezdődött. Hallhattunk előbb országgyűlési képviselő úrtól, Bogát vezérről, aki a feljegyzések szerint az észak-erdélyi sószállítmányokat biztosította az ország belseje felé. Elmondta ezt országgyűlési képviselő úr is, és azt, amit itt Nyírbogáton mindenki tud, és én magam is megtapasztaltam a parlamentben, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr soha nem a levegőbe beszél, amit mond, az úgy van, amit mond, az úgy lesz. Így van ez Bogát vezér illetően is. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ennek a településnek, ahogy említettem, hosszú történelme van, megélte az elnéptelenedés szomorú jövőtlenségét épp úgy, mint manapság, ezekben az években különösen a jövőbe vetett hit és a szorgalmas munka eredményét. Nyugodtan állíthatjuk, az elmúlt évek és a jövő egyaránt biztosítja minden nyírbogáti számára a felvirágoztatás közösségi élményét. Ugyancsak a közösség erejét emelte ki ünnepi hozzászólásában Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Büszkék lehetünk arra, hogy itt Szabolcs megyében, abban a településen, amelyre bátran mondhatjuk, hogy Magyarország egyik legfiatalabb, és talán lehet, hogy az egyik legkisebb városa, mégis talán példát tud mutatni. Mert azt hallhattuk ma, hogy a városi rangot azt nem csak osztják, ez nem egy kimaradt cím volt. Sokat kellett ahhoz tenni, hogy Nyírbogát városi rangot kapjon. Az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a vallás, a sport. Ezeknek infrastruktúrája, az utak és az élet minden területi érintő kérdésben sokat kellett dolgozni az elmúlt években. És büszkén mondhatjuk, hogy megdolgozott érte, szorgos-dolgos mindennapokon van túl Nyírbogát városa, annak minden lakója, annak településének önkormányzata, polgármester asszonya, képviselő úr, és mindenki, aki közreműködött abban, hogy ahol csak körbejárunk és körbenézünk Nyírbogáton, láthatjuk, hogy minden olyan feltétel adott, amely egy városhoz szükséges. Mert az a hitünk és az a feladatunk, hogy megtegyünk mindent, hogy a vidéken élő embereknek ugyanazon jogosultságokat, ugyanazon eszközöket, szolgáltatásokat, és mindent lehessen biztosítani, mint egy igazi nagyvároson. Hogy az itt élők megtalálják számításukat,
ne hagyják itt gyökereiket, itt alapítsanak családot, itt működtessék vállalkozásaikat, itt gazdálkodjanak. Egy városnap remek alkalom arra, hogy egy picit megálljunk, kiszálljunk a mindennapos mókuskerékből, visszatekintsünk és kiértékeljük azt, hogy honnan indultunk, hova jutottunk és hova szeretnénk eljutni. Az elmúlt időszak, én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára rendkívüli kihívásokat hozott, rendkívül nehéz volt, gondoljunk csak a koronavírusra, aminek itt maradt a ma is a gazdasági hatásai, vagy arra a történelmi mértékű aszályra, amely ellehetetlenítette családi gazdálkodóinkat. Vagy ha a jelenbe tekintünk, akkor a szomszédunkban dúló háborúra. De azt kell venni pozitív üzenetnek, hogy együtt vagyunk, összetartozunk, és ez egy összetartó közösség. Az erdélyi író Tamási Áron alakját is megidézte Román István vármegyei főispán. Tamási Áronnak azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerjük azt a gondolatát, ami úgy szól, hogy a madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen fülföldje és sok kötelessége. Ha Tamási Áronnak lett volna alkalma Nyírbogáton többet tartózkodni, akkor valószínűleg ezt a gondolatot úgy fogalmazta volna meg, hogy a nyírbogátiaknak szárnya van, és egyetlen szülőföldje és nagyon sok kötelessége. Ha végignézünk a településen, végigkövetjük az elmúlt éveit, akkor láthatjuk, hogy valóban szárnyaltak átvitt értelemben a helyiek, vezetőikkel az élen, velük együttműködve, az ő munkájukat támogatva, és ennek a szárnyalásnak lehetett az az eredménye, hogy évről évre rengeteg munkával sikerült egy várost felépíteni, sikerült elérni azt, hogy Nyírbogát várossá váljon. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a város címeket olyan könnyen azért nem adják. Éveken keresztül nem került rá sor, aztán évek óta megint csak nem került rá sor, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a tény önmagában is felértékeli Nyírbogát várossá válását, és nem önmagában a várossá válást, hanem azt a munkát, amit évtizedeken keresztül folytattak a helyiek, évtizedeken keresztül álmodtak, terveztek, szárnyaltak és dolgoztak azért, hogy ez a közösség, ez minden értelemben egy városi közösségé válhasson, és ez a település címét tekintve városi rangra emelkedhessen. A városi rangot nem érdemtelenül kapja meg egy település, kemény munkával lehet azt elérni, fogalmazott Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. Hosszú évek óta figyelemmel kísérhetem én magam is azt a fejlődést, azt a töretlen kitartást, amely remélem nem irigységet, hanem követni vágyást jelent a szomszéd települések lakóiban és közösségeiben. Mindannyian szeretnének Nyírbogáttá válni, ha nem is várossá, de szellemiségében, törekvéseiben, ambícióiban igazán példát mutat a térségnek, az országgyűlési választókerületnek, a gyírségnek, Nyírbogát, azt a fejlődést, amit az utóbbi néhány évben, évtizedben követtek. Természetesen a magyar kormány támogatásával és hát a vármegye támogatásával is, amennyiben ebben módunk van segíteni a további fejlődésüket is, területfejlesztőként köszöntöm miniszterhelyettes urat is, hiszen a területfejlesztés az továbbra is nagyon fontos célkitűzése Magyarország kormányának, magyar közösségnek, hogy minden egyes település az ország legkisebb települése is érezze azt a törődést, hogy nincs szerepkör nélküli település, minden egyes település, amely identitását őrzi büszke múltjára, úgy, mint Nyírbogát, az számíthat arra a jövőben is, hogy mind a vármegye, mind Magyarország támogatja az ő fejlődését, és újabb eszközöket ragadunk meg arra, hogy minden település, a legapróbb településen élők is úgy érezzék, hogy egyenjogú, egyenrangú polgárai, hiszen egyenjogúak valóban, de egyenrangúak is minden értelemben, szolgáltatásokban, hozzáférésben, infrastruktúrában Magyarország bármely részén is éljenek, akár Nyírbogáton, akár más részein is az országnak. A városnap részeként leplezték le Bogárt vezérlovas szobrát a város főterén, amely Bíró Lajos szobrászművész alkotása. Október közepén már egyre hűvösebbek az éjszakák és a hajnalok, nagyon sokan döntöttek úgy, hogy beindítják a fűtést. Érdemes azonban előtte megnézetni a kéményt, nehogy probléma adódjon, mire kell figyelni. Vendégem Leskovics Zoltán, tűzoldó alezredes, tűzoltósági főfelügyelő. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, és köszönöm, hogy
meghívtak. Minden ősszel beszélgetünk erről a témáról, de mindig kell, mert mindig van, hogy valaki nem figyel oda, és bármi probléma adódik, akár a széndioxiddal, akár a tűzesettel. Most olvasom egy friss statisztikát, hogyan állunk a Vármegyében ebben az évben, az elmúlt 9 hónapban, mennyi lakástűz volt nagyságrendileg, és milyen jellegű problémákból adódtak ezek a problémák, tüzek? Most való igaz, hivatalosan október 15-e a fűtési szezon kezdete, de nyilvánvalóan például most is a felvétel napjának reggelén, hajnalán egyik megyebeli településen -4 fokot mértek, tehát minden bizonnyal sokan nyúltak a tüzelőfűtő berendezések nyomógombjai, kapcsolói felé, hogy valami melegebbet tudjanak előidézni, komfortérzetük és hőérzetük javítása érdekében. Friss statisztikáink vannak. A Vármegyében az első 9 hónapban bekövetkezett 820 tűzeseményből 302 olyan tűzünk volt, amely otthon jellegű létesítményben, magyarul valamely lakóházban, társasházban következett be. Tehát közel 40% a tűzeseteknek otthon jellegű létesítményben következett be. Ez a statisztika is arra hívja fel a figyelmünket, hogy nagyobb figyelemmel, nagyobb gondossággal legyünk otthonaink irányába. Tegyük meg azokat a biztonsági lépéseket, amelyekkel ezen tűzesemények elkerülhetők. Annál is inkább, hiszen több mint 20-an megsérültek tűzeseményekkel kapcsolatban, és sajnos 3-an életüket is vesztették itt a Vármegyében. Jó ideje már a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezi a Vármegyékben a kéményseprés, mondjuk ilyen egyszerűen. Ugye korábban mondhatták azt, hogy esetleg most éppen nincs rá anyagi forrás, hogy megnézessem a kéményseprővel, ma már ez nem mondható el, hiszen hogyha valaki szól a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megfelelő részlegének, akkor ingyenesen megnézik ezt a családi házak esetében. Pontosan hogy működik ez a rendszer? Nos, a tüzelő fűtőberendezések és a kémények tulajdonképpen egy egységes rendszert képeznek. Ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk otthonainkat, mind a két feltételt, mind a két egységet meg kell, hogy vizsgáltassunk, górcső alá kell, hogy vessünk szakemberek által, hogy valamennyi biztonsági alapfeltétel biztosítva legyen. Kezdjük inkább a tüzelőfűtő berendezéseknél, tehát független attól, hogy mivel fűtünk, szilárd tüzelésű, olaj, gázüzemű berendezések működtetésével. A lényeg az, hogy minden esetben vizsgáltassuk felül szakemberrel. Amennyiben újonnan vásároltunk, akkor pedig az üzembehelyezést is szakemberrel végeztessük el. Tehát legyen nyoma annak, hogy valaki ezt ellenőrizte, felülvizsgálta, és megfelelő módon adta át a tulajdonosnak vagy a bérlőnek. Aztán másik fontos feltétel, nyilván az említett kémények, vagy a szakkifejezés szerint égéstermék elvezetők vizsgálatával, szinte az egész országban most már a katasztrófavédelem az a szervezet, szerv, amely a kémények felülvizsgálatával, ellenőrzésével, karbantartásával kapcsolatos központi teendőket ellátja, így a mi Vármegyénkben is. Nagyon fontos, hogy megkülönböztessük azt, hogy egy lakásos, vagy mondhatjuk azt, hogy családi házról beszélünk, vagy társasház vonatkozásában, vagy éppen valamely gazdálkodó szervezet van oda bejelentve. Tehát ez a három alapegységet kell elkülönítenünk. Kezdjük azzal, hogy családi házas viszonylatban nekünk, mint tulajdonosnak a kötelességünk a kéményseprőipari szervvel egyeztetni, hogy valamely közös megfelelő időpontban a kéményseprő ki tudjon jönni, el tudja végezni a szükséges ellenőrzéseket, hangsúlyozottan ez a szolgáltatás díjmentes. Ugyanígy díjmentes társasházak vonatkozásában, de az előzőektől eltérően itt úgynevezett sormunkában végzi a katasztrófavédelem a felülvizsgálatot. Ki fogják függeszteni, hogy mikor fognak érkezni, tehát a tájékoztatás így módon is meg fog történni. Nem mindenkinek lesz valószínűleg ez az időpont megfelelő, de még egy alkalommal lehetséges, hogy díjmentesen egyeztetés követően ez az ellenőrzés felülvizsgálat megtörténjen, de itt sem ér véget a történet. Amennyiben harmadik eseményre lesz szükség, annyi különbség van, hogy valamennyi kiszállási díjat itt ki fognak majd számlázni. Tehát ez a két eset, ez díjmentes, ez mindenképpen hangsúlyozandó.
A harmadik, amennyiben gazdálkodó szervezet van, oda bejelentve, akkor a kéményseprés, az ellenőrzés és a felülvizsgálat egyaránt díjköteles lesz. Szintén egyeztetés követően, de itt hangsúlyozandó, hogy nem csak a kéményseprő, illetve a katasztrófavédelmi szerv, hanem a piacon jelenlévő más kéményseprőkkel foglalkozó és bejelentett a katasztrófavédelem által regisztrált nyilvántartott gazdálkodó szerv is el tudja végezni ezt a tevékenységet. Van olyan felület, honlap, ahol meg lehet nézni, hogyha mondjuk a cég oldalon bejelentve, ahol lakunk, és mondjuk engem fölhív, hogy akkor egy kéményseprő szolgáltatásokat nyújtó cég, nem a katasztrófavédelem, hogy akkor jönne megnézni, megcsinálná, hogy meg tudjam nézni, hogy valóban ő rendelkezik-e azokkal a tudásokkal és jogosultságokkal, amelyek kellenek ahhoz, hogy ő ezt megcsinálja, vagy érdeklődtetek valahol ez ügyben? Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Igen, előfordult már, hogy nem ilyen jellegű tevékenységre bejelentett szervezet jelentkezett ilyen munkára. A katasztrófavédelem honlapján ott vannak felsorolva azok a szervezetek, gazdálkodó szervezetek, amelyek itt a Vármegyében jogosultak ezt a tevékenységet elfogadni. Ott tudjuk kontrollálni, hogyha valaki megkeres bennünket, hogy jogosult ilyen tevékenység végzésére vagy sem. Ugye, hogyha megtörténik ez az ellenőrzés, akkor az ember nyugodt lehet, mert akkor abban az adott pillanatban minden rendben van, akár a fűtőberendezéssel, akár pedig ugye ezekkel az elvezetőkkel, de azért vannak olyan jellegű műszerek is, vagy olyan műszerek is, amelyeket érdemes beszerezni már csak azért, hogy a tél folyamán sose legyen probléma. Ezek a szénmonoxid érzékelő berendezések, ezekről mit kell tudni? Nos, igen, az előbbiek után, tehát amennyiben megtörtént a szakember általi vizsgálat, akár a tüzelőfűtőberendezés, akár a kémény vonatkozásában, azt követően lehetőség van egy ilyen eszköz beszerzésre, amit mi nagyon is előtérbe helyezünk. Kívánalmaink között van, hogy minél több ilyen készülék kerüljön beszerzésre és felhelyezésbe. Az elmúlt 10 évben nagyot léptünk ezzel kapcsolatban előre. Ma már szinte minden 90%-os gyakorisággal találkozunk ilyen készülékkel, amennyiben szénmonoxid érzékelő bejelzéséről, azzal kapcsolatos jelzéséről van a katasztrófavédelem irányába. Ez a készülék nagyon fontos, de hangsúlyozottan kiegészítő tényezője a biztonságnak. Amennyiben ilyet vásárolunk, akkor a katasztrófavédelem honlapjára hívom fel újra a figyelmet, hogy ott tudunk tájékozódni, hogy melyek a preferált, tehát azok a készülékek, amelyek bizonyosan jól fognak működni, és ott vannak felsorolva azok a készülék típusok, gyártmányok, amelyek nem állták meg a helyüket a vizsgálat során. Ezeket a magánember is fel tudja szerelni, vagy kell azért szakember segítsége hozzá? Bár én, ahogy láttam, ez nagyon egyszerűen le van írva a dobozban bent egy használt útmutatóban, hogy hova kell tenni és hogyan kell föltenni. Nos, természetesen minden ilyen készülékhez használati útmutató, felszerelési útmutató is tartozik. Ezek magyar nyelven fogják nekünk elmondani, hogy hová szereljük fel, mely módon, de amennyiben bizonytalanak vagyunk, akkor itt is kereshetjük szakember hozzáértő munkáját, és majd ő bizonyosan meg fogja ezt a kérdésünket oldani. Korábban volt szó, arról lehetett olvasni, nem tudom, hogy ez aztán valóság lett-e, ugye nagy gondot okoztak ezek a nyílt égésterű gázkazánok, amelynél ugye a lakásban is lehetett látni az őrlángot. Ugye ma már kevés ilyen van, de ezek kivezetésre kerültek a piacról, vagy azért még lehet ilyeneket vásárolni? Nos, bizonyosan nagy számban van még ilyen felszerelve, hiszen a szénmonoxid mérgezések túlnyomó többsége ilyen helyen fog keletkezni, tehát olyan helyen, ahol a tüzelőfűtőberendezésünk az égéshez szükséges oxigént abból a helyiségből nyeri, ahol el van helyezve. Nos, igen, egyre inkább kivezetésre kerül ez a típus, de pont ezeknél ajánlott az említett felülvizsgálatok, és az említett szénmonoxid érzékelő felszerelésének lehetőségét sokkal nagyobb nyomatékkal számításba venni. Hogyha valaki úgy érzékeli, akár szerencséje van, és érzékeli önmagán, akár a szénmonoxid mérő műszer bejelez, mit csináljon abban a pillanatban, amikor ez megtörténik? Hogy mentse az életét?
Nos, ezek már jóval a problémás érték alatt, tehát már előrejelzést adnak, kisebb úgynevezett PPM értéknél is már előjelzést adnak. De vannak nyilvánvalóan fiziológiai jelenség is, amelyek utalnak arra, hogy probléma van. Sajnos ezek a tényezők, ezek nagyon hasonlítanak más sérülésbetegségre is, tehát egy Hanyinger szédülés azért máshol is előfordulhat. De ebben az esetben is már gyanakodhatunk arra, hogy a szénmonoxid ott van a légtérben. Nyilván, hogyha megszólal a készülékünk, akkor azonnal hagyjuk el a helyiséget, nyilászárókat nyissunk, hívjuk a 112-t, általános segélyhívó számot, és ott a szakemberek majd segíteni fognak. Ugye, hogyha valakinek nincsen műszere, akkor már gondolom, akkor kezdi majd ezt érezni, akkor már nagyon nagy a baj, vagy nehéz kimenni a lakásból. Így van, sajnos kevesen tudják, vagy gondolják azt, hogy ez most a szénmonoxid, mint láthatatlan, hallottam, most szintelen szaktalan gáz fogja okozni. Azt gondolják, hogy egy egyszerű rosszul létről van szó, és nem tesznek annak érdekében, hogy tehát a gyanú az felmerüljön. Úgyhogy nekik is, ezek az előbbek tudom ajánlani, tehát minél hamarabb elhagyni azt a helyiséget, ahol ez a tüzelő fűtőberendezés, vagy az égéstermék elvezető el van helyezve, hogy akkor minél távolabb kerüljünk a forrásponttól. Alazades úr, köszönöm szépen vendégünk volt. Én nagyon remélem, hogy tudtunk segíteni, és akár életeket is meg tudtunk ezzel a beszélgetéssel is menteni. Még egyszer köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Katolikus rendezvényközpont épül Nyíregyházán. A létesítményben egyházi, kulturális és közösségi eseményeket szervez majd a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Az épület alapkövét vasárnap helyezték el a nyíregyházi belvárosban, Munkácsi Anita járt a helyszínen. Így fog kinézni a katolikus rendezvényközpont Nyíregyháza belvárosában. A nyíregyházi törvényszék mellett a Sammassa József téren épül fel a létesítmény. 4 szinten és csaknem 1500 négyzetméteren hatalmas előadóterem, mellette kávézó, kiszolgáló helyiségek és öltözők kapnak helyet. Az alapkőletétel előtt szentmisét celebrálta nemrég felújított Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban Palánki Ferenc megyés püspök. Az eseményen felszólalt Nyíregyháza polgármestere is. Kovács Ferenc azt mondta, a katolikus rendezvényközpont egész Nyíregyháza közösségét szolgálni fogja. Kettő sokunk is van az örömre, hiszen befejeződött a Társszékesegyház felújítása, és ez a templom Nyíregyháza ikonikus épülete, a belvárosunk egyik ékessége. És nem sokára indul a következő program, a Római Katolikus Rendezvény Központ alapkövének a letétele, ami mindig egy örömteli esemény, mert egy alapkő letétele mindig valami új indul, valami újnak a kezdete, és most ennek a rendezvényközpontnak a születésénél lehetünk jelen. Én azt gondolom, hogy ez a rendezvényközpont is sokat fog tenni azért, hogy a közösségünk, a keresztény értékeik erősödjenek, és talán mondhatom nyugodtan reformátusként azt, hogy ez nem csak az egyházközség, nem csak a római katolikus számára, az egész város közössége számára nagyon fontos. És hát én nagyon remélem, hogy ennek a nagyívű programnak a harmadik eleme sem merül feledésbe, megvalósul majd a közeljövőben. Erről püspök úrral, államtitkárról is sokat beszéltünk, ugyanis elkészültek a tervei egy óra harangjátéknak, ami úgy hiszem egy új kapcsolatot létesíthet és erősíthet Nyíregyháza egész lakossága, a városokban látogatók és a templom, és a templom által képviselt értékek között. Ez már az építkezés helyszíne, ahol az alapozás kezdődött el. Itt rakták le ünnepélyesen azt az időkapszulát, amelyet aztán egy fedkővel fedtek le. Soltész Miklós, egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, erősíteni kell a helyi közösségeket. Óriási nagy öröm az, megszépült ez a társszékes egyház. Köszönöm szépen a kivitelezőknek. Köszönöm szépen a városnak, illetve képviselőinknek, elnök úrnak, akik jól küzdöttek azért, hogy püspök atyához és a püspökséghez eljusson a kormányzati támogatás. Köszönöm a megfeszített munkát. Láthattuk,
hogy hogy potyogtak a téglák, hogy potyogtak különböző stukkok, életveszélyes volt már az épület. És mindehhez most, mai nap, időjárás egy kicsit fölborította a programot, de mégiscsak egy olyan dolog is társul, amely legalább olyan fontos egyházi közösségünk életében, az pedig a közösségi házak. Mert szükség van a templomra, imádságra, szentmisére, Isten tiszteletre, természetesen leginkább szükség van az eukarisztiára, de szükség van mindenképp a közösség építésre. És mindezt azzal szeretném alátámasztani, hogy a Magyar Kuriron, és mindenkit bíztatok, hogy olvassák el Kovács Zoltánnak, esztergomi papneveldő rektorának az írását. Megdöbbentő nekünk katolikusoknak, hogy Mária tiszteletről és a Mária tisztelet továbbadásáról, ahogy beszél. Figyelmeztetés, felkiáltója, hogy itt azoknak a gyerekeknek, akik itt vannak közöttünk, vagy fiataloknak, hogyan tudjuk mi, közép és idősebb nemzedék továbbadni ezt a nagyon fontos dolgot, ami nem csak nekünk, katolikusoknak fontos. Fontos egész keresztény közösségünknek. És nem csak magyaroknak fontos, hanem fontos Európának is, Oroszországnak is, de hozzáteszem, egész keresztény közösségnek is fontos. Érdemes elolvasni ezt a cikket, ezt az írást, hihetetlen üzenetet közvetít, és nagyon fontos, hogy mi, amennyire lehet felnőtt keresztények, és Mária tiszteletben élő keresztények, akár a közösségi házainkba is bemondva a fiatalokat, mindezt továbbadjuk. Én köszönöm szépen püspök atyáknak azt a mérhetetlen nagy fáradozást, amit nem csak itt Nyíregyházán, hanem szerte az egyház megyében közösségépítésért tesznek. Szent Imre Gimnázium, Debrecenbe és máshol is iskolák nyitása és erősítése és felújítása, templomok és közösségi házak felújítása és építése, mind-mind ezt szolgálják. Mi, mondjuk így, hogy az egyházban élők, de a közhatalmat gyakorlók, ezt segíteni tudjuk. Segíteni is fogjuk a jövőben is. De anélkül, ahogy püspök atya is mondta, hogy az egész közösség mindenki a saját felelősségében ne tenne hozzá valamit, nem mondom, hogy semmit nem ér, de kevesebbet ér. Szó esett arról is, hogy a templom felújítása, valamint a rendezvényközpont megépítése után tervezik egy harangjáték megépítését is. A rendezvényközpont csaknem 1,2 milliárd forintból 2025 tavaszára készül el Nyíregyházán. Eddig tartott ma 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!